Figyelem, figyelem! A Magyar Népköztársaság belügyminisztere Budapest területén a kimenési tilalmat elrendeli. Az 1956-os forradalommal hallatlanul izgalmas időszak köszönt be a gyerekek életében. Iskolába menniük nem kell, a felnőttek pedig megbolondulnak. A papa megpofoz valakit, pizsamában steppel és leveleket fogalmaz Hruscsovnak, nagymama pedig átlőtt kenyérrel tér haza. Gárdos Péter 1987-ben alkotott filmje nem a forradalom hőseiről szól, hanem azokról a hétköznapi félős kispolgárokról, akik a lakásukban begubozva, a rádióra tapadva élték át a forradalom napjait. A Szamárköhögés című filmet az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban programsorozat keretében a Nemzeti Filmintézet és a Barátságmozi összefogásával tekinthették meg az érteklődők. A Nemzeti Filmintézet úgy gondolta, hogy ennek a program sorozatnak a keretében akkor történelmi, a magyar történelemet bemutató, az abban élő embereknek a sorsát, dilemmáit, mindennapjait bemutató filmeket választ, és valójában ezt a filmet nem mi választottuk. Mi egy listát állítottunk össze, ami 60 filmből áll, és a helyi szervezetekre bízzuk, hogy melyik filmről gondolják azt, hogy a közönségnek el fogja nyerni a tetszését. A filmvetítés után közönség találkozóra várták a nagy érdeműt, a film rendezőjével, valamint a város neves történészeivel Gruber Nóra, a mozifilm klubjának vezetője beszélgetett. Gárdos Péter rendező úr a vendégünk, és két történészt is hívtunk, Demeter Zsófia és Surgai Horváth József személyében. Úgy bízunk abban, hogy nem csak a filmmel kapcsolatban kap mindenki nagyon jó információkat, esetleg kulisszatitkokat, hanem a történeti hátteréről is minden fontos dolgot meg fognak tudni a nézők. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult program legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar kulturális sokszínűségre.